Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt héten egy eh, diplomáciai nagyüzemnek voltunk a szemtanúi itt Budapesten, és az elkövetkezendő időszakban is eh, nagyon fontos diplomáciai események fognak eh, zajlani, részben Budapesten, részben pedig más európai városokban. És kiemelt napirendje volt a múlt hétnek is, és az elkövetkezendő időszaknak is, Ukrajna. Ukrajna a Vilniuszi csúcs találkozón november végén reményeink szerint aláírhatja az Európai Unióval a társulási és szabadkereskedelmi megállapodást. Ennek a megállapodásnak Magyarország elkötelezettje, mi a magunk részéről teljes melszélességgel támogatjuk ennek a dokumentumnak az aláírását, és örvendetesnek tartjuk, hogy az aláírás útjában álló Júlia Timosenko ügy, kérdésében körvonalazódik egy megoldás ezekben a napokban. Szeretném hangsúlyozni, hogy a megítélésünk szerint Ukrajna-európai integrációjának az útján a Vilniuszi csúcs találkozó mérföldkövet képez. Az 1991-es függetlenségi Nyilatkozathoz hasonlítható módon. És még azt is hozzátenném, hogy a transatlanti biztonsági architektúrának megkerülhetetlen tényezője egy szuverén, erős, független Ukrajna. Ez az oka annak a határozott támogatásnak, amit Magyarország ebben a kérdésben kinyilvánít. Fontosnak tartjuk ugyanakkor azt is, hogy a két oldalú kapcsolataink uh, Ukrajnával nagyon szertágazóak és virágzóak, több vegyes bizottság működik, hadd hívjam fel a figyelmet a Gazdasági Vegyes Bizottságra, a Határmenti Vegyes Bizottságra, illetőleg a Kisebbségi vegyesbizottságra, uh, és az említett témáknak uh, még talán egy kiegészítő. Uh, Témája a közelmúltban az energetikai együttműködés, amit szintén fontosnak gondolunk. A hét folyamán Kárpátaljára fogok látogatni, és ott találkozni fogok a megyei adminisztráció vezetőjével, Ledida úrral, illetőleg a megyei tanács vezetőjével, Baloga úrral, és az elmúlt napokban a közép-európai kezdeményezésnek a budapesti uh, csúcs találkozója során Majkó külügyminiszter helyettes is volt alkalmam uh, egyeztetést folytatni, uh, és nagyon örvendetes apropója van a látogatásomnak, nevezetesen, hogy a Kárpátalja uh, megye és a külügyminisztérium között két évvel ezelőtt megkötött megállapodás a keleti partnerségi fejlesztési programról a befejeződéséhez közeledik. Tavaly nyáron kötöttük meg ezt a megállapodást a megyei tanácssal, és ez 56 olyan fejlesztést tartalmazott, amely alapvetően oktatási, kulturális, közművelődési intézményeknek a felújítását jelentette. Magyarország is 1 millió dollárra járult hozzá és Ukrajna is ennek a fejlesztési programnak az eredményeképpen nincs olyan magyarok által lakott járás amely ne részesült volna valamilyen formában intézményi felújításból, tetőcseréből, vagy vagy éppenséggel nyilázárok cseréjéből. Szeretném kiemelni a Kárpátaljai Magyar II. Rákóczi Ferenc Főiskolának a fejlesztését ezek sorából. Ez egy hosszú több éven keresztül húzódó fejlesztés be illeszkedett a keleti partnerségi program keretében nyújtott támogatásunk. Ez a tetőcserepeknek a cseréjét, illetőleg a nyírázároknak a cseréjét, illetőleg a külső homlokzatnak a felújítását jelentette. Hat hívjam fel a figyelmet arra, hogy ez egy 6000 négyzetméteres épület Beregszásznak a központjában és olyan súlyú, olyan jelentőségű intézmény, amely kiérdemelte azt is, hogy a közelmúltban Orbán Viktor miniszterelnök úr ezen a főiskolán írta alá a Magyar Állam és a főiskola közötti stratégiai együttműködésről szóló megállapodást. Megjegyzem még azt is, hogy a főtéren található színháznak a felújításával, gyakorlatilag Beregszáz főterének a felújítását nagyon nagy mértékben segítette ez a keleti partnerségi program. Bízom abban, hogy a megyei vezetőkkel meg tudok állapodni abban, hogy folytatni szeretnénk ezt az együttműködést, egyfajta post-Vilniuszi keleti partnerségi együttműködést szeretnénk Ukrajnával folytatni, és ennek a tervezett fejlesztésnek a középpontjában pedig a Beregszászi állami levéltár lenne, a Beregszászi állami levéltárban 14. századi magyar okiratok, majd egészen a 20. század első feléig húzódó rendkívüli értékű anyag található. Ennek az épületnek a tetőcseréje, illetőleg nyilázárócseréje szintén bele fog illeszkedni abba a munkába amit az elmúlt időszakban végeztünk Magyar-Ukrán-Keleti Partnerségi-fejlesztési együttműködés kérdésében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Erről szerettem volna önöket röviden tájékoztatni.